Sziasztok, üdvözöllek teket újra itt a mai videóban. Remélem nem hallottuk túl erőteljesen vagy visszhangzva, mivel itt vagyunk a fürdőben. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek az arcápolási rutinomat, mit használok, hogyan használok és milyen sorrendben használom. Ha netán érdekel ez a videó, akkor tartsatok velem, és a végén esetleg, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornával, mivel elég sok videóval rukkolok általában elő, de nem akármilyen témákban, hanem így meg szoktam mutatni, hogy miket használok el, mit használok, hogyan használom, apró, kicsi videók. De ne is térjünk el nagyon a lényegtől, meg szeretném mutatni, hogy mit használok én. Most per pillanat ezt a C-vitaminos arc radíros habzókrémet használom. Általában avonos vagy DMS arclemosót szoktam használni. Most őrá esett a változás, vagy a választás, bocsánat. Úgy szoktam, hogy minden áldott reggel, kezdjük a reggeli rutinnal. Minden reggel, amikor felkelek, bevizezem hideg vízzel az arcom, felszoktam kenni a krémet, ha lehet az hab, lehet az gél, lehet bármilyen állagú hab, arclemosó, és lenevel a kis utánzattal, foreo utánzattal szoktam jól átdörzsölni az arcomat, behabosítani a terméket, addig még érzem, hogy teljesen tiszta az arcom. Utána leszoktam mosni langyos vízzel. A langyos víz után vattakorongok segítségével felszoktam vinni az arcomra a rózsavizet. Jobban mondva, át szoktam törölni még az arcomat evel a rózsavízzel is. Majd miután felkeltem a rózsavizet, a Baleának a nappali arckrémét szoktam használni. Hopp, nem arra fókuszál, amire kéne. Fókusz, fókusz. Nem fókuszál, gyerekek, nem. Hopp. Nappali arckrémét szoktam használni, és miután ez is megvan, szoktam még felkenni egy csak a DM-nek, a Baleának a saját márkás C-vitamin szérumját. De most jelenleg nincsen. Debrecenbe kéne felmenni egy DM üzletbe, de az még egyelőre csak tervben van. És akkor ez lenne a reggeli. Az esti az ugyanúgy szokott működni, hogy először hasminkem van, leszoktam szedni a sminkemet micellás vízzel, ő egy C-vitaminos micellás víz. Most őt használom, de általában CNS-et, már mint a Lidl saját márkását szoktam használni, vagy avonosat, vagy baleásat, mikor miért használok. El szoktam vele távolítani a sminkemet, majd ugyanúgy sminkeltávolítás után át szoktam mosni az arcomat a krémmel és a tisztító kefécskével, nem tudom, hogy mondjam. Miután ezeket elhasználtam, ugyanúgy felviszem a rózsavíz réteget, és miután ez is megvan, utána szokott jönni az arckrém, ő a Baleának a éjszakai arckrémje, egy nagyon jó vastag krém, nagyon jó állaga van, nem tudom, miért nem fókuszál. Vigyen feljebb vajon, vagy lejjebb? Vagy hogy álljak, hogy fókuszáljon, lehet így. Na, nem akar. Az éjszakai krémét szoktam még használni, és ugyanúgy utána a arcszérumot. De van, hogy heti kétszer-háromszor szoktam arcmaszkokat is használni, őket itt tartom külön egy kis dobozkában. Van itten Marionos, a Makeupról, van itten egy csomó CNS, van a Baleások, akkor vannak a koreai beautysok, és akkor mikor még rásik a választás, heti egyszer, kétszer, háromszor, mikor, hogy érzem, arcmaszkot is szoktam használni.
De általában a rutin mindig úgy kezdődik este, reggel is, vagy jobban mondva, este, reggel, mind a kétszer, hogy arcmosás, rózsavíz, krém, szérum. De mondom, ha smink van, akkor este mindig először a micellás vízzel, vagy a Lidl-ben CNS arclemosó kendővel szoktam átmosni, áttörölgetni az arcom, attól függ, hogy milyen mennyiségű smink van rajtam. És akkor ez mindig ugyanaz, csak a termék nagyja szokott változni, de például a rózsavíz az állandó termék, a krémek azok állandó termékek, ritkán szoktam kísérletezni, de rájöttem, hogy többet nem is fogok. Ami általában változó, ő a micellás víz és az arclemosó, az a kettő változó szokott lenni, meg persze az arcmaszkoknál mindig másfajtát szoktam kipróbálni. Itt az ablakban tartom őket, a legkönnyebb, mivel itt van a kézmosó, és akkor a kád, és akkor itt szoktam tartani a zuhanyzó és a kézmosó mellett. Ezen a fürdő, jelen pillanatban ez a fal még nincsen kész, mert itt még fúrni kell, a csöveket be kell húzni a falba, hogy a radiátort majd fel tudjuk tenni, és miután a fűtésszerelő megcsinálta, utána fogjuk ezt a részt lecsempézni. Itt található egy zuhanyzó, és akkor itt van a kád, és vagyok én, ugyanebben a felsőben már a negyedik videóban, mivel egy nap videóztam le az összes videót. Remélem tetszett a videó, és ha netán szeretnétek erről a sarokról is egy videót, akkor írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!